Na, skacok, erről a játékról annyit kell tudnotok, hogy turn-based, hát ilyen Darkest Dungeon-szerű cucc, ha valamihez nagyon hasonlítani akarjátok. Minden oké, és köszi a kérdés, Siru. Ilyen nyelvek vannak, természetesen magyar nyelv nincs, úgyhogy szar. Természetesen full screen. A kemények full screenbe nyomják. Mi? Nem csináltam semmit. Continue nincs. Nyomjuk a kampányt. Annyira nem, de a Darkest Dungeon is kivétel, jó kivétel volt. Mi? Krisi. Ejjjj. Kalácska mauzik? Kalács! Mit mauzol? Hol vagy? Rosont! Gyere! Gyere! Gyere föl! Gyere föl, ha mondom! Gyere! Jó, nem volt ez szarni. Na. Na menjél, kalácska. Na a farkadat nyomd föl. Menjél. Használok Tobii Eye Tracker, csak egy kicsit bágos, mert még nincs rögzítve. Na. Jézusom. Így van, el lehet nevezni az embereket. Úgyhogy aki nevez, 2 percetek van nevezni, az bekerülhet. Katona a játékban. Pritty. Annyit kell csináltok, hogy a E-Hunter botra suttogó parancs, tehát suttogó üzenetbe írtok egy parancsot, ami nem más, mint a felkeltel. Jegy! Na, nézzük közben, hogy ez itt micsoda. Nem tudom, hogy itt mit állítgatunk. Ja, hogy lehet neve? Lehet neve ennek a cuccnak, mint a Darkest Dungeonben is. Lajos. Hát ez, ezt nem ti nevezitek el azért, nehogy már. Szóval 3 emberrel kezdünk. Itt vannak a klasszok. Van... Jézusom, mennyi klassz. Van medic, leader, scrapper, inventor, tracker, bruiser és a technikus. Ennyi. Hát már van mindenkinek megvan. És itt ki tudom választani, hogy ő mi legyen. Jézusom. Hát... Tracker... Még azt is ki lehet választani, hogy milyen perkekkel rendelkezem. Édes Isten! Ez nagyon komplex már így az elején. Jó, legyen egy medikünk, ez biztos jó. Vagy líderünk? Mental a card buff. Úristen, ez kártyás játék lesz. Azt nem szeretem. Fúj. Pöh. Kártyás játék. Jó, medic. Nekem ez így tetszik. Nekem ez így tetszik. Na nézzük. Neveztetek 9-en. Minden királyságos amúgy. Köszi szépen a kérdést. Siru. Na. Lovacska, G a G-hez, bal, jobb, középső, melyik akarsz lenni? A kártyás játék. A csaj. Na, Shredder Daván, ha bekerül a játékba, ő ez lesz, csak mondom. Csaj, jól van. Tessék, lovácska. Mármint egy... Na, nyugi.
Ez lesz a lovacska. Mondjuk ez is lehetnél. Ez tetszik. Ez, rovacska, te az orb piercinges csaj akarsz lenni, tudom. Na nézzük, ki lesz a következő. What the fuck? Jobb, középső, melyik akarsz lenni? Kalácska szarik. Csak mondom. Kalapos némi akarsz lenni? Hát... De így egyértelműen tettem fel a kérdéseket, srácok, ne idegeljetek már ki! Jobb vagy középső? What the fuck? Jobb vagy középső? Nem csajszi, meg mit tudom én, nincs is csajszi. Jézusom. Megvan, what the fuck? Még a hetest is odaírjuk. Nem, hetest nem lehet odaírni. What the fuck, hetes. Az se fér ki. What the fuck, hét. Jó. Na. Vöröshajú néni akarsz lenni. Szerintem ő rá gondoltál. Akit bulldozernek hívtak, itt vagy? Mit írjak a nevednek? Csak kérdezem, mert a neved nem fér ki. Bud? Te vagy már Bud. Buldi. Jó. Buldi. Parancsolj. Lovaskat, ez a gomba fejű leszel. Ez koponyás, ez tetszik nekem. Ó, azt a rohadt. Na te is gombafejű leszel, Buldozer. Na. Srácok, hardcore-ba nyomjuk. Nem amúgy normál. Pillanat. Kalácska? Épp új játékot próbálunk ki, hallgat? Kalács. Na, megint ott a csipet csapat a kertünk végén, a fogyatékosok. Még az ablakot is becsuktam. Szevasz, Xidi. Skip tutorial. Hagyjuk már. Menjen. Buldi, Sub-Governor. Várjál már, hát olyan gyorsan pörög, azt se tudom mi van. Maguk mögött hazaj... Igen. Ennyi. Na, a galaktikus állampolgárságot ajánlanak minket, hogyha megtalálunk neki egy anyahajót. Szerintem ez csak egy legenda. A tudósai szerint nem legenda ez az anyahajó. Jó. Szerintem nem is érdekel minket több. Hadd menjem. Persze informálni fogjuk erről az anyahajóról. Biztosan.
Csak hadd megyen már a játék. Ja, szóval azt mondja, hogy nem csak nekünk ajánlotta fel ezt a dolgot. Feleted. Jézusom, what the fuck, hát ne beszélj mennyit, te meg takarodj innen szaros lábaddal. Jézus, atya, úristen. Kontraktokat lehet felvenni. Medikális cucc. Pont ahogy, mint a Darkest Dungeonben. Jó, mondom, mint a Darkest Dungeonben, itt is lehet hílelgetni magunkat. Meg gondolom, shopkot kapnak, meg ilyenek. Van shop. Modok. El lehet adni cuccokat. Energiát kapunk, oké. Okay. Jaj, nem akartam. Szia. Jó, ott piát adnak, ott valamit lehet kutatgatni. Jó, ez se érdekel minket. Lehet craftolni cuccokat. Fantasztikus. Szerintem ez minket egyelőre nem izgat. Úgyhogy... mehet az űrhajózás. Ó, szegény vadafag. Lesz pilótánk, oké. És... hát menjünk. Menjünk, srácok, mit tudom én. Hova lehet menni? Ja, látom. Egyes szintű nehézség, ott az meg kettes. Hát srácok, csak a kettes szintű nehézség. Az egyes az ratyi. Ratyiknak van. Na, így néz ki a csata, srácok. Azt mondta, hogy nézzük meg a tabletünket. Vadafak, te nagyon okos ember vagy. Ilyeneket tudsz, hogy tableteket nézzünk meg. Na, ha nyomunk egy scant, akkor kiderül, hogy mi van a közelünkben. Fantasztikus. 50 energiapontba kerül. Ú, oda néz. Prüty. Ja, jó. Hát, én nem tudom, mennék lefelé. Bla bla, bla bla, bla bla. Én annyit értettem, hogy bla bla. Ja, látom, mert a kis pöttyöket lehet felfedezni. Jó van, amúgy nem lehet menni. Az a helyzet, hogy nem tudok többet szkennelni. Nem akarok olyan végtelen mennyiséget szkennelgetni. De, hát egy fene. Na, csak sikerült. Ja, várjatok, hát ostoba vagyok. A lehető legostobább, nyugi. Nem lehet mozogni? Nem lehet mozogni. Szóval, hogy... Hm.
Nagyon jó. Nagyon jó, a tooltipet eltakarja a menü. Itt vannak az abilitások, nagyon jó, de én menni akarok. Tehát, hogy ne daráld már le az egész tutoriát, legyen valami akció. Szerintetek, mit nem csinálok jól? Lehet várni. Hogy lehet szerintetek mozogni? Elakadtunk, srácok. Tehát visszamentem, igen. Vissza tudjuk tölteni az energiánkat. A Pawn Shop-ba. Ott van. Na. Na, próbáljuk meg újra. Ja, Xidi. Az nem tetszik itt, hogy a legtöbb játékban is csak mi az már? Eldarálnak egy csomó mindent, és így elmegy a kedvem, hogy játszok a játékkal, mert hogy nem történt még semmi akció. Igen, lehet energiát szerezni. Csak mondom, hogy sokaknak bug, hogy nem tudnak mozogni. Ne szívass már, Shader, de van. Ha beállításokat egyébként megnézzük, akkor itt van, hogy így kell mozogni. VASD-vel. Jó. Szevasz, Plastilin. Na nézzük meg. Mivel azt mondta Shader Dawn, hogy bug lehet, ezért próbálkozunk egy másik csapattal. Itt sincs. Itt sincs mozgás. Akkor oda megyünk, mondjuk az egyes szintre. VASD, még itt sincs, semmi gond. Ó, itt működik. Itt működik. Na, akkor betöltjük Lajost. Na. Most lesz a tutis, kacok. Elképesztő. Elképesztő. Működik. Hát nem tudom. Egyeket lépünk. Vagy lépünk kettőt rögtön. Bemegyünk arra. Most már ott vagyunk. Hát itt nincs semmi.
Látszol, de ott van. De itt nincs senki. Mindent szépen megnézünk. Megyünk még tovább, valószínűleg oda kell amúgy elmenni. Hoppá. Na, végre egy csata. Szevasz, Wasabi. Szia, tudnál segíteni abban, hogy miért kell várnom az érdekes státusz egyik regisztrációs lépésénél, miért kell várnom egy hónapot az adózási űrlap átvizsgálására? Nem tudom. Nem tudom. What? Game over? Ez gyors volt. Ez gyors volt, skacok. Ez nagyon gyors volt. Tehát, hogy belementünk a kombatba, azt jól megdöglöttünk. Jól értem, srácok. Nem tudom egyébként adózási, mit tudom én, mire miért kell válni. Meg nem vagyok Twitch support. Jó, akkor nem megyünk oda a kettesre. A kettesen megrektálnak minket. Na. Nyomunk egy sima scant. Mehetünk arra. Még egy scan. Na, ott lesz valami akció. Szalomét keresik. Bla bla bla. Én úgy érzem, hogy Bulldozer nem éppen akar barátkozni ezzel a robottal. Preparáljuk magunkat a csatára. Na, végre, végre. Na, ezt már szeretem, srácok. Át is jövök egy másik sarokba gyorsan. Na. Tehát, lovacska kezd. Lovacska kezd. Nincs mit from the media. Hát, nem is tudom. Ezek nagyon jó kártyák eddig. Adrenalin boost. Szerintem passzolunk lovacskával. Na, what the fuck? Ja, igen, így vannak a kártyák. Mint a képességek, ugye? What the fuck? Ő is ilyen support. Ajaj. 33% weapon damage. Jó, ez tetszik. És adjad mondjuk Bulldozernek. Na, Bulldozer nyom egy Health Leech. Hát szerintem a Health Leech az így nem biztos, hogy működni fog ellene. De megnézzük. Prügy! Leeching Strike! Ő is 10-es sebzett ránk. Na, Bulldozer. Jó, láttam, hogy két ugyanolyan kártyád van. Aha. Van reloadja, ez kettő ilyen weaponary cardot ad neki. Szerintem... stun, próbáljuk meg stunolni. Heavy strike. Nem jött össze a stunolás. Aimed shot. Mehet, what the fuck. Oda néz. 11-es sebzés. Na, valakit lesztanoltak. Kapja a csapat rendesen. Az ki az, aki le lett osztanolva?
aki nem gombás, az vadafak, ugye? Vadafak lesz a navas shit. Scattershot. Jó, és vadafak ugye kiesett egy körből. Szerintem nyomunk egy single strike-ot. Kivégzés. Micsoda buliban, győzelem. Nagyon tetszik egyébként, tudjátok, hogy én odaadjak a grafikáért, és ez a stílus, amiben rajzolva van ez a játék, ez nekem bejön. Okés. Jaj, nagyon jó az art style, igen. Ott van valami? Na mi lesz ott szerintetek? Searchy, destroyed mod. Itt is akkor valami lootos loot lesz. Egy kártya. Shield core mod. Na majd, hogyha meglátjátok, hogy lehet modolni a kártyánkat, meg ilyenek, meg mit tudom én, milyen lehetőségek vannak a játékban, akkor fog igazán bejönni nektek. Ez még csak a felszín, amit karcolgatunk. Egy 1% kritikális hit, a ranged weapon mod. Ez egy ranged weapon mod. Hát nem tudom, álljunk középre, azt ott szörcsölgessünk. Szervasz, Gabcsi. Üdv mindenkinek, skacok. Erre kell tovább mennünk. A szabbal kapok Prime-ot? Nem. A Prime-mal kapsz szabot. Ott van valaki, meg ott is. Hát nem tudom, nézzük meg az alsót. Kobra a gárd. Shalak nos jár o nega. Néga. Na. A lovacskának van egy olyan kártyája, Pacify, a medikális kártyák közül, amivel a biológiai egységeket meg lehet akadályozni, hogy egy körből kimaradjon. Tehát, hogy azt lehet csinálni vele, hogy egy körből kimaradnak. Egy kör támadási körből kimaradnak. Köszi a követéseket, srácok. Érezzétek jól magatokat. Na. Aha, tehát van két Pacify. Scattershot. Ez így egyenemi ellen szerintem nem kell nekem Scattershot. Adrenaline boost, az viszont jöhet. Mondjuk bulldozerre. Oda néz. Na, és akkor bulldozer nyom egy jó kis leeching strike-ot. 8-as sebzés. És még egyszer ő jön, mert valami energize bigyula volt a buffja lovacskának. Lassabb lesz ez az egység. Szerintem erre nincs szükségünk, mert hogy ő van egyedül. A shieldjét amúgy lassan lecsapjuk. Aimshotolni tud vadafak. Aha, precíziós range weapon. Ezt tetszik. Na, itt lesz a range weaponje vadafaknak, amit eddig még nem láttunk. Nem mindig lehet használni a dolgokat, ugye Shredder-ben van, mert nem mindig van náluk olyan kártya.
Oké, és újra lehet tölteni a shieldjét vadafaknak. Nem is tudom. Szerintem legyen ez. És azt mondom vadafakkal, hogy még egy kis boost mehetne egyébként bulldozára. Remélem rányomtam. Hát nincs nálunk semmi normális tudsz. Energy Blade-del tudtunk volna támadni, úgyhogy nyomtunk egy reloadot. 66 HP-je van, szóval ez a 14, ez így meg se érződik. Mit tudom én. A lovacskának olyan hülye kártyái vannak. Lövünk akkor egy ilyet. Teljesen rosszul építkeztem, srácok, mert nem kell damage boostot adni, mert gyorsan el lehet darálni ezt az egységet. Úgyhogy mondjuk lövünk egy sima single strike-ot, ezzel is meghal. Hát kártyák a képességek, amiket így tudsz használni. Azzal csinálsz mindent. Na. Personal Shield. Nem is értem, hogy itt miket ír, mi ez a kettő cucc. Ez egy mód esetleg, vagy ez most mi. Nem tudom, ott jelöl a kettő kártyát is. Tudjuk klókolni magunkat, meg nagyobb lesz az ellenállásunk. Ez a Personal Shield, ez két mód, vagy én nem tudom, úgyhogy begyűjtjük. Oda is tudunk menni, bár az sok energia lenne. Na, ott van még valami akció. Hermit. Nem vett minket észre. Úgyhogy ignorálhatjuk őt, és elmehetünk, de meg is tudjuk tőle kérdezni, hogy mit tart. Tagad. Valami fém tárgy van nála, kis fém tárgy van nála. Zia Ibron! Mint mindenkinek, skacok. Mit szólnál ahhoz, hogy ezt nekem adod, és akkor én adok neked valami más térte cserébe? Vagy mondhatjuk neki azt is, hogy add nekem, mert különben ne fájni fog, vérezni fogsz. Kutya. De lehet azt is mondani neki, hogy csak kíváncsi voltam, hogy mi az. Nem tudom, én csak kíváncsi voltam. Hova legyen a tied? Vagy cseréljünk? Hát nem tudom, adok neked egy kis pénzt. 100-as CC. Hát akkor nem kapsz semmit. Azt mondta, hogy a kredit az nem kell neki. Csá! Tartsd meg magadnak a cuccot. Az ott már ketten vannak srácok, az már komolyabb. És nem is tudtam oda menni. Két féreg. Na ez biztos, hogy biológia egység, úgyhogy lovacska most hasznos leszel. Ő nem tud majd támadni. Aztán a bulldozer is tud ilyet csinálni, úgyhogy a másik se támadhat. Mi a fene? Lelocsolták, damage ellenállást kapott vadafak, ez nem jó. Nem tudom, lőj rájuk vadafak.
Azt hittem, hogy spreadelődik jobban a damage-ünk. Na, what the fuck. Azt kicsináljuk. Hát nem is tudom. Szerintem megöljük. A férget. Pusztuljon. Micsoda a viktoriális cucc. Nem tudom, még mindig srácok, hogy ez mode vagy sem. Megpróbálok mindent ki és szétlootolni. Leszerelünk egy kis eszközt. Nem tudom, mit triggerelhettünk, srácok. Nagyon fogy az energia. Jaj, oda ne menj. Nem tudom. Elnyomuk egy 300-ast. Jézusom. Vissza kéne menni inkább, mi? Jó, nyugi. What the fuck, ne okoskodj, légy szíves. Loot. Jó, még van 100 energy-nk. Na hát, visszamegyünk. Ja, hogy itt nem is tudunk visszamenni. Na hát akkor lehet, hogy meg is öltük magunkat. Rip. Rip Peroni, srácok. És még férgek is annak itt. Kiderül, srácok, hogy ilyenkor mi van. Elfogyott az energia. Valószínűleg meghalunk. Legalább az embereink ilyenkor is tudnak örülni. Ó, két achievementet is szereztünk. Na vajon milyen két achievementet szereztünk? Fresh loot. Még achievementet is kaptam, mert mindenki meghalt. Egy kör alatt, aha, meg hogy nem kaptam be sebzést. Ennyi, már megérte, skacok. Húzni kell haza. Elhasznált egy energiacellát. Out of energy. És hol vagyunk most ott? Jó. Kipróbáljuk, srácok, mit lehet vele csinálni. Add ide, vagy meghalsz. Nem tudjuk amúgy utolérni, mert eltűnt a srác. Nem adunk neki semmit. Eltűnt a labirintusba. Ja, hát meghalnak, persze. Megy le a HP-juk. Hagyjuk már. Bulldozer meg is halt.
Na, srácok, hát... Hibából tanul az ember. Most már tudjuk, mi van ilyenkor. Most már tudjuk, mi van ilyenkor. Valószínűleg amúgy... jó helyen vagyunk egyáltalán. Ez remélem a gyengusz... ez jó lesz. Jó lesz, oda megyünk. Még volt mentés, srácok, úgyhogy... nincsen probléma. Viszont most úgy csináljuk, hogy... nem fedezünk fel semmit. Vicceltem. Ez nem járható út. Csak kéne valamit felfedezni. Ide jövök, azt nyomunk egy felfedezést. Amúgy eddig jó. Mert akarsz meghalni? Szalóme. Jézusom. Nagyon elfáradt. Jó. Frusztrált is. Azért ide, hogy elrejtőzzön. Dolkára. Már csak meg akar halni. Valamit tudok tenni, érted? Nem akarom, hogy valami bajod essen. Üdvözlő srácok, üdvözlő mindenkinek. Jó, hozunk neki egy droid fejet. Ez megoldható. Merre lehet egy olyan droid? Modified projectile amplifier. 40% weapon damage, minusz a... Jézusom kalácska, miért felén csinálsz? Valamiért azt hiszi, hogy nagyon jó a... mi az, a teregetett ruhákon táncikálni. Na hova tovább? Azt ott még megnézzük. Semmi. Na! Vorlenos dia nega. Hát a csata. Azt mondja, lovacska. Lovacska csinált nálam vicceset. Ilyen csókolt lövést. Jól láttam, hogy... igen, igen. Kettőt is hitelt, ez tetszik. Ez szép volt, lovacska. Bulldozer. Kétszer 8 sebzés. És még egyszer jön bulldozer. Stunolni is tudunk akár. Nem jött össze. De vadafak tud nekünk olyat csinálni, hogy piu-piu.
Úristen, egy kritikálisat kapott vadafak. Majd visszahozzuk a shieldjét, amennyire lehet. Még lovacska. Oké, és... mehet a sebzés. Atomjaira hullott. És megy a bulizás. Jó, még egy kicsit arrébb jön. Már megint, nézzétek már mennyi ellenség van itt. Na. Adrenalin boost. Bulldozernek. Just do it! Na, bulldozer olyat csinál, hogy... Leeching strike. Nagyon jó. És nincs még egy leeching strike-unk, úgyhogy neki azt mondjuk, hogy te pihenjél. Jézusom, kalácska. Mennyit zajongsz? Hihetetlen. Rere, what the fuck? Shieldet. Opa! Nem self-recharge-et akartam venni. Hát ezt jól elszúrtam. Na. Oké, és what the fuck kap egy olyat. Jaj. Szórakozok ezzel. Holott meg is tudnám őket ölni. Alig van HP-juk. A lovacskának már nincs is shieldje. Középső jön. Hát nagyon kéne vágni. Főleg, hogy ugye ez is energybe kerül, tehát cél, hogy mi hamarabb befejezzük. A rovacska oda spriccelt. Mert egy single shot. Micsoda kritikális lövés, what the fuck ez? Igen. Semmi loot. Megérte. Na, találtak valami objektumot. Különleges objektumot. Long dead. Ezek valami zombi félék. Amúgy lassan vissza kell mennem. Mert baj lesz. What the fuck. Micsoda crit, már megint. Mert az Energy Blade-es támadás. Egy HP. Hát... ez lehetett volna a szebb is. Sima támadás. Jó. Hát, én nem is tudom, srácok, elnyomjunk egy ilyet. Ott ki lehet menni. Csak meg kéne ezt néznem. New Landing Zone. Nagyon zsír, tehát akkor nem csak egy kiárat van. Mármint, hogy akarom mondani, több kiárat is lehet. Na, ezt jó tudni.
Hát... Laptop, srácok. Végig, hogy ezek így micsodák. Vagy nézzük meg, hogy ez micsoda. Nézzük. Craftolgatni lehet. Az embereinket hogy lehet megnézni vajon? Nem ezt, ez nem azt. Nem, ez, nem ezt akartam. Nála eladhatjuk a cuccokat, meg vehetünk is. Itt meg vannak kontraktok. Szerintem ezeket érdemes felvenni. Tehát a 3 T-modell janitor robotot kell hozni, részt kell hozni nekik, és akkor adnak nekünk 720 cc-t. Wurmling intenzitásokat kell vinni. Jó, hát... Meg itt fel lehet bérelni embereket. Szerusz Dibri. Üdv mindenkinek. Nem akarok most felbérelni senkit. Medikális. Adunk nanogélt bulldozernek. És most már full HP-n van. Erősebbek a medikális kártyái lovacskának. Á, értem. Újra lehet osztani a pontjait. Valafaknak olyan kevés weaponry kártya van. Ezt egyáltalán valahol meg lehet nézni, szerintetek? Mit nem néztünk még meg? Azt néztük. PDA, az lesz az. Aha. De például lovacskának itt van az összes kártyája. És jól értem, hogy lehet boostolni, majd fejleszteni az adrenalin boostját. A bulldinak meg a leeching strike-ját. Ja, ott van egy ability pont. Á. Szóval, ha ability pontokat rakunk be, ha majd fejlődik a karakter, annál több, tehát olyan kártyái lesznek. Értem. Okés. Szóval itt a, ilyen kártyái vannak, ilyen képességei vannak, és hogyha a szintet lép, akkor plusz egy kártyát majd be tudunk rakni. Egy specifikus kártyát. Jó, inventoryból mit tudunk csinálni? Módosítani lehet a fegyverét. Na, tehát ide például mit lehet berakni? Ide semmit nem tudunk berakni. Az Energy Blade-et nem tudjuk modolni. A kesztyűjét se tudjuk modolni, amivel a Heavy Strike-ot nyomja. Tehát Buldit nem tudjuk fejleszteni. Jó, akkor nézzük meg lovacskát. Ha jól látom. Egyedül vadafakot lehet fejleszteni.
És kapunk fel egy kártyát? Mit gondoltok, hogy működik ez? Most ez itt mi? Ez most ide bug volt? Ja, értem. Köszi is, rájátszok a követéseken. Hát nem igazán értem. Szerintem ezt nem tudjuk berakni, mert nincsen ilyen képességünk, ez az acid amp. Ha tippelnem kéne. Valószínűleg ez lehet egyébként. Nézzük csak. Boldi ezt hogy nem tudja használni. Ja, Boldi is tudná egyébként. Hogy kell ezt berakni? Kőzem sincs. Itt vannak küldik. Jó, nála esetleg? Scavenging tool tudnánk állokkolni. Passzív szkennelés. Ez menő lenne. Jó. Menjünk. 39%-át ennek a Teopénak már felfedeztük. És 2-ből 0 missziót csináltunk meg eddig. És a jó hír, hogy ide is le tudok jönni. Több helyen tudunk landolni. Szia, levesteknős! Üdv mindenkinek, srácok! Helyes, Marcsi! Próbáljunk megint diffúzolni. Megint nem sikerült. Hát egy szkennelés. Ott vannak ketten is. Hadd menjen. Az meg ott mozgott. Ez tetszik. Van itt két féreg. Na. Lovacska jó kis AOE támadása. What the fuck sújt le. Nincs oda kritikális támadás. Nagyon szép, what the fuck. Heavy strike mehet. Ja. Szuper. Na ilyet kell gyűjteni, 5-öt. Data konzol. Töltött nekünk energiát. De jó. 105 energiát tud még nekünk tölteni.
Igen, ott tudunk interaktálni. De menő, de jó, még így felfedezni is tudtunk, meg ott állokkoltunk valami helyet. Nagyon vagány, nem skacok? Jó, ezek itt mozogtak mellettünk. Na, ő fog jönni a baloldali, úgyhogy lovacskával a baloldalit lenyugtatjuk, lenyugtatózzuk. Jó. Bulldozer. Hát... tudunk olyat csinálni, hogy besselünk. És akkor ő később fog jönni, de az a helyzet, hogy annyira később nem tud jönni. Ó, nagyon szép, hát hihetetlen, hihetetlen ez a fiú. Lovacska, állj ki magadért, valami jót csinálj. Vadafok olyan jókat kritál, elképesztő. Na vadafak. Trügy! Hát nem bír magával. Nem bír magával, vadafak. Na jó, ezt most kicsináljuk. Bár tudjuk neki azt mondani, hogy nyughassál le. Jó, és akkor a lovacska még hátra tud valamit alkotni. Egy lövés. Tökéletes. A buli. Mindent eltettünk. Nem igazán reagáltak ezek a robotok. Itt a janitor. Ezen a területen energizálódni tudnak a kártyák. Vacskának miért van ilyen kevés HP-ja? Vadafak, csinálj valami jót. Megmárkoljuk. Mondom, olyan, mint a Darkest Dungeon. Megmárkoltuk. Piú! Ki csináltad, vadafak? Ki csinálta? Igaz, nem crit, de ki csinálta. És közben szintet is lépett a csapat. Ability pontok váltak elérhetővé. Na nézzük. Lovacska. Plusz 10 medikális. Én azt mondom, hogy plusz 10 medikális legyen. Mert így jobban tud healálni meg ilyenek. Okés. A vadafak 7% eváziót kapna, ugye 7%-kal jobb kitérés. Vagy 8 weaponry, azaz több dam. Hát nem tudom, menjünk vadafak damjára. Csak nem lesz belőle baj. Ez nekem tetszik amúgy. Bulldozernek ez a automatikus reflexe 10%-es jel counterel
10% eséllyel 50%-ot counterre, és 50% eséllyel stunol egy körre. Ez menő. Ez nagyon vagány. Itt még szerintetek lehet valami? Hogy ne látna. Jaj, nem azt akartam. Vannak itt ilyen fragmentek. Szerintem... Barclay, nem tudom. Ez mi lehet? Kell neki még valami, mert ez még csak a fele. Kell még valami droid bigyula. Jó. Eljövünk oda, töltünk egy kis energiát. Rivális scavengerek. Elkérdezték, hogy hogy vagyunk. Minden oké, okay, szuper. És veletek? Trédelni akarnak. Trédeljünk. Hát... Adjál médium energiacellát. 110-ér. Köszi. Viszlát. Na, ez tök menő volt. Ez tök menő volt, srácok. Na. Itt. Feltöltjük magunkat energiával. És megyünk tovább. Mondjuk arra. Vagy lefele kéne? Mit tudom én? Igen, ez már volt. Diffúzorás, ez nekünk nem nagyon megy. Micsoda? Lovacska sikeresen helytállt egy technikai kihívásba. Lovacska. Hát nem vagy semmi. Ott is van valami. Ott valami jön utánunk. Valami nem jó, srácok. Jönnek utánunk. Most eltűnt. Ott van. Ott mozog. Szivat. Ez szivat, srácok. Van. Ott van. Na csak megvan. Ja. Ok. Szóval, hogy ezek ők voltak. Édes Isten, én meg egy csomó energiát elköltöttem arra, hogy kiderítsem, hogy kik azok. Na. Tudom, hogy fogy az energiánk. De még jók vagyunk. Visszajövünk még ide. A vacskáját, ha megint tudsz diffúzolni. Azért beadta a küldet. Na, lovacska. Területi támadás.
vadafak, bemarkolod őt szépen. És... mert a Leeching Strike bulldozerta. Az helyzet, hogy... valamit rosszul csinálunk, mert lovacskának... lovacskának nagyon fogy a HP-ja. Ez se volt crit, what the fuck, csak mondom. Új, valami fos nyomtak ránk. Leszedtük a debuffokat vadafakról, mert nagyon sok volt rajta. Hát tudunk neki egy kis pihit mondani. Ennyi. Na, végre kicsináljuk. Szevasz, Naked Horse. Na, vadafak shieldje közben visszatöltődött. Hazamegyünk, aztán visszajövünk. Csak kell egy kis energiatöltés. Na, mennyi időre sikerült bepillednád? ...91%-át már felfedeztük ennek a helynek, de én ki akarom 100%-olni. Nehéz neked az. Most ide megyünk. Ő volt, ő, igen, ő az, a, aki keresi a Salomét. Igen, felismerem a gyanúsítottat, ő itt van. De nem mondjuk neki ezt, inkább megöljük csak simán. Na, lovacska. Passzolj. What the fuck? Mert a markolás. Ez a stánolás jó lenne, bulldozer, csak mondom. Nem jött össze. Nem már lesztanolták lovacskát. Na, what the fuck. Valami jót csináljál. Van a single strike-e, meg single shot-ja. 11. 12. Hát a Leeching Strike az 10, a Leeching Strike pedig 10. Ja, ameddig a lovacskát nem öli meg, addig jó. Hát ilyen medikális izé vagy, lovacska. Valóban healálni nem tudsz. De shieldet tudsz visszatartani, az jó. Az hasznos. Na, meg lett a küldi. Megvan a feje. A droidnak. Szaloméhoz el kell majd mennünk, és akkor odaadjuk neki a cuclit.
Gőzöm sincs, hogy hol van. Ja, ott van. Szevasz, Frentop. Jó reggelt, jó reggelt. Na. Szevasz, Csajci. Itt van a droid feje. Hú, egy álom valóra vált számára. Kettő achievementet is kaptunk tőle. Bypassing Spreader. Oké. Inkább azt nézzük meg, hogy milyen achievementet kaptunk. Igen, elpusztítottuk Parson T-t Salomé-nak. Jó sok achievement van. Illetve megcsináltunk egy kontraktot. Easy. Na, kobra gárdok. Na, lovacska, csinálj valami jót. Odafak te 20 kártyákat. Na, ez tetszik. És hol a crit? What the fuck? Nem ezt beszéltük meg. Hát a Leeching Strike. Szia, Konaja. Ajaj, ajaj. Lovácska. Na, hogy bajod legyen. Nagy a buláj. Ide állunk, azt nyomunk egy felfedezést. És akkor szerintem az egész pálya fel van fedezve. Ja, itt van a Hermit. Mit gondolsz arról, hogy... hogy nekem adod a cuccodat. Adó neki egy kis energiacellát. Na, ennyi. Ez is most már megvan. Oké. Ott a Salome. Hostális janitor. Aha. Ő kell nekünk még egyszer. Scattershotot nyomja a lovacska. Ezt most kivégezzük. What the fuck? Hol a crit? Hol a crit? Tudom, megölted, de attól még egy crit menő lett volna. Na. Itt van egy kis energiacella, és akkor gyakorlatilag azok ugye nem bántanak minket, ott a konzol. Szerintem most már mehetünk oda. Thank you.
Vannak nála koordináták erről az anyahajóról. És nem kell a Duma. Nem hiszem, hogy tőle így megtudtunk volna bármit is, de legalább letudtuk ezt a térképet. Na, skacok! Ez volt az első pálya. Amit mondhatni most kifulloztunk. Nem akarok trédelgetni. Kifulloztunk. Ott van 100%-os, és egy missziót megcsináltunk rajta, a háromból. Hát, visszamehetnénk, de nincs rajta senki. Most nézzük meg, hogy tudunk-e modolni valamit. Valamit is egyáltalán. MP gránát. Hát nem tudom. Nem tudom, az, hogy lehetne berakni. Láttam, ott volt valami MP gránátos izé. De valószínűleg ez azért nem működik, mert nekem nincs ilyen. Semmiféle gránátom nincs. Medikális túl. Ez nem működik, skacok. A valószínűleg nem így kell használni. Viszont le tudjuk cserélni lovacskának a fegyverét, hogy ne csak scatter sátja legyen, meg csók sátja. Egy másikra, ha jól látom. De gőzöm sincs, hogy hogy. Hoppá! Valamit csináltam. Kivettem a fegyverét. Mi? Nem. Biztos, hogy nem. Én úgy látom, hogy ez sokkal jobb. Gőzöm sincs, hogy tudom berakni. Sőt, azt sem tudom, hogy lehet egyáltalán... Hogy vettem ki? Lehet egy... Hát most is azt csináltam. Ja, akkor valószínűleg a modot is tudnám használni, csak nem tudom, hogy kell. Na szerintetek hogy kell berakni? Szókaz? Azt a roha! És tényleg szókazzel kell. De nem így vettem ki, csak mondom. Na jó, hát hagyjuk már. Édes Istenem! Azt a rohadt! Na jó! Oda nézzetek, hát egyre jobbak és jobbak vagyunk. Lovacskának most már lesz olyan képessége, hogy MP gránátot tud dobni. Hogy lehet kivenni ezt? Dupla klik. Három enemire tud tenni ilyen, tehát három enemire tud csebezni az MP gránáttal hetet. Menő, és van konkurszív gránátja is, ami stagger-öli 1-3-ig az enemiket. És 50% esélye stun-on is. Nem tudom, én ezt betenném locskának.
Na, azt kéne megnézni, hogy vannak-e módjaink. Tehát például több híje lehet lovacskának. Tehát 10 ideiglenes HP-t tudunk adni a szövetségesnek a stabilizálóval. És van 25% esély, hogy leszedünk negatív effekteket 4 körön keresztül. Ha kritelünk, akkor ez nem 4 kör lesz, hanem 6. Illetve le tudjuk szedni a bleedet, a poisont, az égést és a plague-et is ezzel a mending wave-vel. Berakjuk. Oda nézzetek, lovacskának már mennyi kártyája van. Azt se tudja majd mit kezdjen ennyivel. Na, akkor nézzük csak. Vadafak például meg tudná kapni azt a shotit, ami volt lovacskán, de szerintem az fos. Na nézzük. Tudunk-e valamit erősíteni? Tehát itt van ez az Acid EMP. Megerősíti a range támadásokat. 40%-os fegyversebzés. Minusz 3 armor. 3 körön keresztül. Ha kritelünk, akkor újra hasznosítódik. De hogy mi? Nem tudom, berakjuk. Na, buldózer. Buldózernek nincs új fegyver. De a kesztyűjére tudunk rakni ilyen cuccot, amivel, hogyha éppen a kesztyűjét használja, akkor van rá esély, hogy még egyszer üt. Szia, Energy. Ennyi. A többi cuccat gyakorlatilag el tudjuk adni, mert nem tudunk vele mit csinálni. Na. Minden szemetet eladunk, az 340. És eladjuk ezeket is, mert nincsen scavenging toolunk. A shotit eladjuk. Jó. Na. Olyasmi energy. Ahhoz lehet legjobban hasonlítani, igen. Inventory tudunk növelni. Adjuk már. Kell inventory. Tarkovba elég inventory-t nyomunk. Állokolni tudjuk a medikális facilitásban az advanced implantátumokat. A surgery olcsóbb. Kraftolásos, bigyula. 500 ér, kevesebb energy-t használunk. Meg több energy-t tudunk tárolni magunknál. Ez a passzív scan szerintem nagyon jó, plusz egy vision range, meg energy. Hogy drágább lesz a mozgás. Egyszer élünk. Hagyjatok már békén. Na, azt ott ugye clear-eltük. Luciumot megnézzük. Hát ez ilyen, utazunk az űrhajónkkal bolygókra, és ott csinálunk küldiket, meg öldöklünk, meg ilyenek energy. Jó. Oda megyünk. Adjad. Ez jó, cucc. Tetszik ez a passzív dolog, hogy így felfedezi a dolgokat körülöttünk.
Még hogyha így egy kicsit drágább is. Na. Köszi amúgy srácok a követéseket, érezzétek jól magatokat. Hostile janitor. Na, végre többen vannak. Tudunk gránátozni. Na, lovacska. Csap ki. Staggereltük őket. Ott van, kettőre rávertünk egy stunt is. Nagyon szép lovacska. Végre, ha egyre hasznosabb és hasznosabb vagy. Na. Nézzük meg, hát ha meg tudjuk ölni. Valószínűleg nem, de azért adunk egy próbát neki, vagy inkább azt nézzük meg. Mit tudom én? Nem is tudom. Nem is tudom, melyiket kell megtalálni. Középső. Na. Bulldozer. Egy jó leeching strike. Ó, ez az még kritikális, nagyon helyes. Igen, stun. Az egyik nem lesz stun alva, úgyhogy... Ő most ütött is. Na, lovacska. Lovacskának is van már aim shotja. Elképesztő. Nagyon jó, szétesett az egyik. Szép volt. Másikat lecsapta. A másikat lecsapta vadafak. És... Nyomunk egy leeching strike-ot, ugye? Ott van egy bleed valakin. Hú, amúgy nagyon kapja bulldozer. Ja, akkor bulldozerem volt a bleed. Ups! Na, ez a beszéd, what the fuck, ez a beszéd. Jó, jó sok XP-t kaptunk ezért a fightért. Ez így nagy szívás lesz. Mondjuk tudunk olyan kis energiacellát elhasználni. Nagyon mélyre megyek. Próbáljunk adatot letaltálni tőle. Guarding konstruktokat aktivált. Úristen. Hát, ez itt nagy szívás lesz. A sebzés 25%-a a szövetségesekre megy át. Ha a lovacskán sebzik, persze. Na jól, megmárkoljuk. Mert nem híreltelek lovacska otthon. Nem. Lovacska kapja a sebzést, ami a szövetségesektől jön. Aha, akkor félreértettem. Van ez így? Na, bulldozer. Valami jót csinálj. Ennek itt nagyon sok HP-ja van. Ez a kritikál, ez kellett. Na, lovacska.
Nem sok, nem sok. What the fuck, szerintem reloadolni kéne. Jó. Hát, ha tudunk stunolni. Három körig sebzés ellenállás. Ez tetszik. What the fuck, te ilyet nyomjál. Ez tetszik. Ezt nem tudod elnyomni? Nem tudom ezt, hogy kell használni. Márkolás, ez még rajta van egészen egy körig, úgyhogy... Hát, shieldeljünk. Ez csak jó. Leeching Strike, menjen. Hú, ezt meg fogjuk szívni. Ezt a gárdot. Úristen. Jó. What the fuck, magadra egy kis sebzés erősítés. Jó, bulldozer bírja. Bírja az ütést. Na, lovacska. Adjad neki csókolt lövést. Vadafak. Hát, mi más csinálhatnánk, mint megmárkoljuk megint, hogy fájjon neki a dolog. Konyász! Szia, szia! Jézusom! Nagyon szépen köszönöm, konyász, a 9 hónap támogatást. Üdv újra itt köztünk. Peregjenek azok a szövegek, srácok. Húha. 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 Na most légy ügyes, what the fuck? Most légy ügyes. Ah. Oh. What the fuck? Nagyon szép volt. Pergessétek a szöveket, konyásznak. Nagyon szépen köszönöm a 9 hónap támogatást, és hát gratula az új badgethez. Gratula az új badgethez, konyász. Mizus, mizus. Hú, nagyon szép volt, srácok. Hú, megvan az adat. Megvan az adat, haza kéne húzni. Szerintem már... Bulldozer nem éppen a legjobb állapotában van. Lehet, ki kellett volna őket kerülni. Újjúj. Egy jó MP gránát. Nagy a baj, nagy a baj. Kaptam a csit? Tényleg? Ja, úgy kell megölni a Necrogárdot, hogy nem vesztek karaktert, vagy nem vonulok vissza. Na? Sikerült visszavonulni? Nice! Ne! Mondjuk arra kellett volna menni, amerre... Ugye... Amerre ugye... Jöttünk. Ne!
Légy szíves, ne bántsátok Bulldozert. Azt a rohadt meghalt. Rust in peace. Hát Bulldozer. Szerettünk. Jön utánunk. Gyorsan. Miért jöttek utánunk? Hello. Nem vagyok itt. Haza. Szegény Bulldozer. Komolyan konyász, na örülök. Ja, jól el lehet lenni ezzel a játékkal. Hát basszus. Jó, ott van. 300-ba kerül a revivalás a Bulldozernek. Még ezért is achievementet kaptunk. Bulldozer, te abszolút jó karakter vagy. Míg a halálodért is achievement járt, meg azért is, mert felszedtelek. Elképesztő. Kaptad, haltál, de már élsz. Már minden királyságos. Hát nem szuper. Egy HP-je van, az igaz. De lesz az még több is, mert hát csomó mindent felvettünk, azt hiszem, vagy nem. Subgovernornak vissza kell menni, tehát vissza kell menni a kormányzóhoz, beszélünk vele, és akkor kapunk cuccost. Szia! Hoztam neked adatot. Igen, a kutatói már dolgoznak, hogy mi az. Kódolják az adatokat, a titkos dolgokat. Gratulál nekünk, amiért hoztunk neki adatot. Jó, tehát még több adat kell neki az anyahajóról. Jó. Tehát már is még több pénzünk van. Mert ugye megcsináltuk a kontraktot. Még van itt kontrakt. Mindent felveszünk. Na várjunk. Én nem kaptam pénzt, amiért leadtam a küldetést. Jó, sejtem is kacok. Oké, most nincs semmi új. Vagy ezért nem kaptunk pénzt? Nem is figyeltem. Ne, nincs pénzem pluszba. Ja, lehet, hogy ilyen nulla izés volt, nulla cc, és azt nem néztem. Torbinével beszélni kéne. Azt még meg tudjuk csinálni. Csak el kell adnunk cuccokat, és csak akkor adunk el cuccokat, hogyha nem kell már senkinek. Tehát mondjuk lovacska. A lovacskának adhatunk egy olyan cuccot, hogy a pörcs helyett 26 kártyát,
és gyorsabban kerül sorra, illetve 20%-kal nagyobb lesz a sebzése 3 körig. Nem tudom, nekem ez jobban tetszik. Mert miért kell szóközt nyomni? Mit tudom én, a vacskájának most már ilyen cucc van. Oké. 10 mentális képesség kell ez. Jó. Hát ez a pacifikus cucc, inkább akkor a pörcs. Szerintem. Jó. Akkor a lovacska kivégezve. Nem, nincs kivégezve, mert még tudok neki olyan módot adni, hogy a társak visszakapják a shieldjuknak a 20%-át, illetve puncture-re immunis lehet a target, azaz a csapattárs, tehát a csapatunk valamelyik tagja. Tehát immunis lehet a puncture-re, 3 armort kap 3 körig, és ha kritelünk, akkor 6 armort kap 3 körig. Na, hát ezt betesszük, plusz kártya, az mindig jó olyan. Ingyom, bingyom, tánibe, tutánibe, máribe, mindjárt itt a 3 év. Nagyon szépen köszönöm G a támogatásodat, immáron 34. hónapja. Srácok, pergessétek meg G-nek a szegeket, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy a Prime-odat te is rám használtad el, G. Mi újság van veled? Hogy mint. És ott is vannak a szvegjeim. Jó, semmi modot nem tudunk adni a lovacskának, úgyhogy menjünk tovább. Vadafak a következő. Vadafaknak tudnánk egy olyan túlt adni, hogy... Nem adunk neki ilyen medikális túlt, ez nagyon gagyi lenne. Jó, megyünk tovább, nem kap semmit vadafak. Jó. Hát akkor eladjuk, ami van. Nem sok mindenünk van, sajnos. Nagyon nem sok mindenünk. Tudunk olyat csinálni. Jézus! Tudunk olyat csinálni, hogy oda megyünk, és leadjuk a küldit a robotoknál. Ó, jobbul Enzsi. Ja, azt nem. Ezekkel kell beszélnem. Ha minden igaz. Igen, diffúzáltuk a cuccokat. Aranyisten vagyok, azt mondta. Kaptunk XP-t. Hát ez nem csodálatos, srácok? Jó. Megcsináltunk minden küldetést ezen a területen, és nagyon gázba vagyunk. Shady dealer, hagyjál békén. Nincs pénzem. Tehát kimaxoltunk mindent ezen a tepoén. 100%-ig fel van fedezve, 3x3 misszió megvan, és begyűjtöttük a lokációs adatot. A Luciumról is szintén begyűjtöttük a lokációs adatot, úgyhogy csak a 44%-át fedeztük fel. És 2 misszióból 1 már meg is van. Fú, ez itt már 5-ös szintű nehézségű. Hát el leszünk ezzel, srácok. Nekem ez egy olyan...
Fast, nem nyomom tovább. De annyit elmondok, elmondok így róla véleményt, hogy nekem ez egy ilyen faster than light-os, darkest dungeon-ös játék, mármint az elemei, ugye. Bejön egyébként ez a cucc. Jön meg egy kicsit olyan Void Edge, vagy nem is Void Edge, nem is tudom már milyennek a neve. Valami Void, azt hiszem. Tavaly májusban jelent meg. Azt hiszem, tudjátok, Void Bastards, azt hiszem az a neve. Arra is hajaz egy picit. Jók ezek a játékok. Jaja, csak eszembe jutott Shredder-ra. Ja, úgyhogy aki szereti az ilyen jellegű játékokat, annak ez is be fog jönni. Egyébként van hozzá valami DLC is, ami nekem megvan. Azt nem tudom, hogy miről szól. De valamit lehet vele csinálni. Úgyhogy ja, srácok, remélem bejött nektek. Egy újabb indie kipróbálva.